2007 őszén Percel Bertalan a katolikus egyházközség kántora fejezte ki reményét arra, egyszer régi fényében tündököl majd a percelek temetkezési helye, és ebben az Elmer Vojnics mauzóleum. Erre emlékezett köszöntőjében Filóni Ferenci Baja polgármester. Idézem. Itt állunk a Bonyhádi Kálvária Elmer Vojnics mauzóleum lábánál. Megcsodáltuk ezt az építményt, amit gyermekkoromban gyönyörűnek találtam, és most a romok, a por, a zúzás, az idő tönkretette. Ezen gondolkodtunk, vajon lesz-e ebből még valami szép, valami elegáns. Az ember úgy gondolja, hogy a reményt feladni nem szabad. Élet nélkül szépet alkotni eleveneken nem lehet. De úgy látszik, kellenek a romok, hogy belássuk azt, hogy újjá kell születni. Ez egy holtanyag, ami itt áll a hátam mögött, de csak olyan emberek újíthatják föl, akik maguk is átélték a maguk romos voltát, és folyamodtak a Szentlélekhöz, hogy adjon neki új életet. Adja az Úristen, hogy ez megtörténhessék. És már a kívánság valóra vált, hiszen a miniszterelnökség 200 millió forintos támogatása lehetőséget biztosított a műemlék rendbetételére. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője mondott köszönetet a támogatásért, amely nem az első az utóbbi időben, hiszen tavaly szeptemberben a Majosi Katolikus Közösségi Házat is ilyen támogatásból újították meg. Akkor és most is jó cél érdekében tette mindezt, hiszen a mellettünk látható sírkápolna a magyar műemléktár és Bonyhád értéke. Az az Ermel Vojnics Erzsébet nyugszik benne, aki a bácskai nemes bajsai Vojnics Barnabás és a bonyhádi perceletelka az ifjú Vörös Marti Mihály egykori múzsájának gyermekeként Szabadkán látta meg a napvilágot. A műemléki védettség alatt álló épület és műemléki környezete teljes körű felújításon esett át. Az építményt 230 négyzetméter belső díszítőfestés, 16 ólomüvegablak, továbbá új vörös rész tetőfedés ékesíti. Az építés idején a térbe függesztett mécses, az oltár, valamint a teljes pirogránit homlokzat burkolat egyaránt a pécsi zsolnai gyár terméke volt, így 115 évvel később is e nagymúltú vállalat segítette a munkákat. A restaurált stallumok és a tölgyajtó újra méltó díszei a belső térnek. Az épület felújításával párhuzamosan a környező Percel családi síremlékek és a természeti környezet, a Kálvária domb is megújulhatott. Itt ennek a nemzeti sírkert részeként a Kálvária dombon nyugszik többek közt Percel Mór honvédtábornok, Percel Dezső országgyűlési képviselő, belügyminiszter, egykori házelnök, Perce Béla, egykori igazságügyminiszter és királyi elnök fia. Potápi Árpád János arról is szólt, szerte Kárpát-medencében újulnak meg szakrális helyek, nemzeti értékek. A szellemi örökséget, melyet a percelek Bonyhádon hagytak, tovább viszik a mai élő utódok és a percelek nevét viselő intézmények is. Ezt a szellemi örökséget viszi tovább a bonyhádi Percel Mór középiskola is, akik már évtizedekkel ezelőtt vállalták, és azóta is folyamatosan gondozzák itt a kápolna környékét, illetve a Kálvária dombot. Szeretnék köszönetet mondani az igazgatóknak, a diákoknak, és mindenek előtt Bischoff Tamás tanár úrnak, akit 2018-ban a város Merész Konrád díjjal tüntetett ki. Felföldi László pécsi megyéspüspök áldotta meg a megújult kápolnát, és arról beszélt, a hit minden emberi tevékenység legfontosabb mozgatórugója. Arról a hitről beszél, amit most itt ünnepi szívvel megélünk, hittek a jelenben, és hittek a jövőben. És ez megerősíti a saját hitünket is. Szolgálták, ahogy hallottuk a köszöntésben, a népet, a nemzetet, az ügyet, ezt a földet, és most rajtunk a sor. Mert ha a hitet elvesszük, a nemzet, a város, a falu, a család, az ember mélyéből, akkor olyan, mint az épület cement nélkül, szép lassan szétesik és összeomlik.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arról szólt, a kormány számára eddig és ezután is kiemelten fontos volt a vidéki Magyarország felzárkóztatása. Emlékezni a múltra és ünnepelni azt, hogy egy fontos darabja méltó módon születhetett újjá. Emlékezni egy családra, amelynek története összefort Ponyhád és az ország életével. Ünnepelni jöttünk egy komoly összefogással létrejött munkát, melynek köszönhetően a múlt ismét jelen van a jelenben, hogy szolgálja a jövőt. A kormány munkájának szíve közepe a vidék megújítása. A Magyar Falu és a Modern Város program már eddig is sok évtizedes elmaradást pótolt, utak, hidak, járdák, iskolák, óvodák jöttek létre, és újultak meg, és még oly sok minden. Egyebek mellett a falusi csoknak köszönhetően sok száz kihalásra ítéltnek látszó falu népesedési viszonyai kezdtek megfordulni. De ugyanilyen fontos, sőt mindennek az alapja, hogy a vidék pusztulásra szánt kulturális értékei közösségteremtő és közös múltról beszélő, tanúságtevő helyszínei megújuljanak. Sok száz templom újult meg méltó módon az elmúlt években a Kárpát-medencében. A vár- és kastélyprogramban bús düledékekből lett újra a múlt időket méltó módon megőrző és bemutató, a környék turisztikájába is beilleszthető, bámulatra méltó építmény. Az a 200 millió forint, amit ennek a gyönyörű kriptának, a Kálváriának és műemléki környezetének a megújulására költöttünk, egyszerre tisztelek Bonyhád múltja és a Percel család, illetve Ermel Vojnics Erzsébet emléke előtt. Egyszerre mutatja meg régi idők mestereinek és művészeinek lefegyverző tudását. És egyszerre lesz helyszíne a lelki életnek és a múlt értékeit bemutató turizmusnak is. Az ünnepség zárásaként az egybegyűltek megkoszorúzták Percel Mor honvédtábornok síremlékét.